Sziasztok, Viktor vagyok, egy újabb nagyon érdekes helyjel. Amint láthatátok, eljöttem egy buddhista szentélybe, ami megmondom őszintén, hogy tulajdonképpen tényleg már így a világ végén van, mármint nekem legalábbis, városi gyereknek. Eléggé ki kellett jönnöm a falura, egy ilyen közel egy órát kellett autókáznom teljesen ki a városból, de eljutottam erre a gyönyörű helyre, amit hát, hogyha körbenéztek majd ti is velem együtt, akkor látni fogjátok, hogy eléggé ilyen meditatív, csöndes, nyugodt, gyönyörű környezet. Volt valami rendezvény, aminek a során itt elégettek egy csomó ilyen előző évi amuletteket, meg ilyen mindenféle dolgokat, amiket így a szerencse érdekében szoktak vásárolni, és emiatt volt egy csomó ember, ugye a parkolók tele voltak, hát eleve nincsen sok parkoló, és eleve csak tulajdonképpen ilyen dombszélen kb. Így megáll az ember. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nem éreztem azt a nagyon meleg fogadtatást, amit általában így Japánban szokott érezni az ember. Hogyha ennyire kijön vidékre szerintem valaki, akkor észlelni fogja, hogy itt azért már tényleg egy kicsit kívülállóként kezelik. Szerintem, hogyha például egy nem helyi, hanem egy nagyvárosi japán eljön ide, akkor talán ő is ugyanilyen hasonló fogadtatásban részesülne. Nem mondom, hogy szörnyű volt vagy ilyesmi, csak egész egyszerűen nagyon-nagyon éreztem, hogy kívülálló vagyok. Sokkal jobban, mint mondjuk, ahogy így a városban szoktam érezni. De hát nyilvánvalóan külföldi vagyok, úgyhogy mire számíthattam. Mindenesetre a hely maga eszméletlen, körülbelül 1300 évvel ezelőtt épült elő meg ez a szentély, és hát amint látjátok, buddhista szentélyről van szó, azért lehet látni ezt a nagy fekvő buddhát lent a domb alján. Szerintem eszméletlen maga a dizájn. Bentre a szentélybe be nem tudtam bemenni, mert éppen most zárva volt sajnos, pedig az volt egyébként a fő cél, hogy oda bejussak, de hát majd egyszer legközelebb. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani erről, hogy egy ilyen helyre is el tudtam jönni, és el tudtam találkozni titeket, és eléggé boldog vagyok. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon hideg volt, még a hó is esett, az utak eszméletlenek, tehát emlékeztek, volt egy videónk, amiben bemutattuk egy napunkat, és mutattuk, hogy vannak szűk utak Japánban, na hát akkor azt így felezzétek meg. Plusz adjátok hozzá a hóesést, plusz azt, hogy még életemben nem jártam itt. Úgyhogy nem mondom, hogy egy nagyon relaxáló vezetés volt, de megérte, mert itt vagyok, és a levegő is eszméletlen, az illatok, minden, szóval fantasztikus hely. Thank you.
És akkor újra itt. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a videót. És hogyha érdekel Japán, és szeretnétek látni különféle szögeket az országból, és mindenféle véleményeket hallani, akkor lent a leírásban fogtok találni egy linket, amivel el tudtok jutni az összes többi videónkhoz, ami Japánról szól, akár beszélgetős, akár utazós, akár vlogos. És kattintsatok rá arra, és hogyha nem nagy kérés, akkor kattintsatok rá a feliratkozás gombra, továbbá lájkoljátok ezt a videót, hogyha tetszett ez a tartalom. És hagyjatok egy kommentet nekem arról, hogy mi az, ami legjobban tetszett így ebben a rövid kis videócskában. Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot mindenkinek! Thank you.